אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 479 את המאמר מצווה אחת. Hello mindenkinek! Bál a szulam cikkeiből olvasunk, az Egyetlen parancsolat című cikkét olvasunk, kérdéseket föltön a Kabbala TV-n keresztül, megfelelő kérdések ki lesznek sugározva a lecke során. Tehát Egyetlen parancsolat. Egy alcímet mondanak, ahonnan folytatjuk az olvasást. Reménytelen várni azt az időt, amikor megtaláljuk azt a megoldást, hogy olyan tudunk önmagától lismában dolgozni a teremtőért. Ahogy a múltban, ugyanígy a föld jövőben is, a teremtő minden szolgálójának a munkát mindenképpen lolismában kell elkezdenie, és ebből kell érnie a lismát. És a módja annak, hogy ezt a szintet el tudjuk érni, az nincs behatárolva időben, hanem csak minőségekben, abban a mértékben, amikor valaki képes kontrollálni a saját szívét, tud ebbe gyorsan belelépni. Ezért nagyon sokan elbuknak, és el fognak bukni a lolisma munkájával, és a bölcsességükön fognak meghalni. Mégis a jutalmuk ennek ellenére óriási, mivel bár az elméje nem tudta elfogadni ezeknek az embereknek az értékét annak, hogy hogy tudnak csak a teremtőt dolgozni, mégis amikor valaki azonban nem ezekkel a feltételekkel dolgozik, mert nem tartja értéknek azt, hogy megtegye, valójában azonban ez ilyen típusú ember is örömet okoz a teremtőjének, és ezt az állapotot nevezzük úgy, hogy szándékolatlanul, tehát akaratlanul is örömet okoz a teremtőnek. Tehát itt egy dologról van szó, mondja, hogy mindenki a teremtő szolgálója. A különbség az az, hogy ezt szándékkal teszed, vagy szándék nélkül. De mindenki a teremtőnek a akaratát hajtja végre. Senki nem tud ettől elmenekülni, nincs kivétel. Az ásványi növényi állati szinteknél ez egyértelmű, hiszen őket senki nem kérdezi meg, hogy mit tegyenek, nincsen szabad akaratuk. Ádámnak a szintjén, Ádámon belül is ugyanígy van. Tehát, hogy ez miért és hogyan kell ilyen módon léteznünk, egyszerűen létezünk, és kész. És az ásványi növény és állati vágyaink, amelyek az emberi szinten belül vannak, és azok, akinek a szívben lévő pontjuk megvan, és ez alatti vágyak is képtelenek önmagukat beteljesíteni, ezeket a fény irányítja. Még azokat is, hogy nem tanulnak kabala bölcsességét is, érezhetően a felső erő által vannak irányítva, és csak azok, akiknek megjelenik a szívben lévő pontjuk, akiknek megjelenik a gyökere a szívében ennek a munkának, ők tudnak áttörni azon a határvonalon, ahol elérhetik azt a belső munkát, amelyen keresztül öntudatra ébrednek, és tudatosan kezdik el szolgálni a teremtőt. Ez egy dolog, mondja rá. A második dolog, ahogy azt itt mondja ennek az idézetnek az elején, hogy nincs olyan dolog, hogy te eléred a lismát a lorismában való felkészülés nélkül. Nincs ilyen. Mivel az embernek tudnia kell, hogy mit kell tennie. Tehát a lorismában van, nyilván a legfontosabb dolog az elér a lismát, de ez helytelen. Hogyha mi felismerjük, hogy a munkánk valóban arra irányul, hogy örömet okozzunk a teremtőnek, akkor nekünk el kell egy állapotot, ahol kapunk egy lehetőséget belépni a lismába, még akkor is, ha nem akarunk. Mert valóban a lolismában még világosabb és tisztább munkát végzünk a teremtőért. Értitek? Nem. Mutatja Niv. Oké, tehát én most megértem a teremtőt, dolgozom érte valamilyen szinten, tudatosan, majd pedig megnézem a tudatosságom. Mi a különbség, ami előtte volt, vagy nem volt, ahhoz képest, ami most vagyok? Tehát mi a legjobb állapot?
Tehát az a legjobb állapota. Tudom, hogy örömet akarok okozni a teremtőnek, vagy ezt nem? Mit jelent az, hogy nem tudom? Akkor az, hogy lorisfán vagyok, nem? Hogy el van rejtve előlem az, hogy én már valóban most is a teremtőt szolgálom, és örömet okozok neki. Tehát, én nagyon sok kérdés bukkan itt föl. Ez egy nagyon nehéz téma. Nem akarom most ebben mélyebben belemenni, de valójában mindenki a teremtő szolgálja, és csak attól függ, hogy akarja vagy nem tudja, tudja vagy nem, akarja vagy nem akarja, tudja vagy nem tudja. Tehát végső soron a mi feltárulásunk az egy identifikációja annak, hogy ezt a tudás, hogy tudom-e azt, hogy én 100%-osan a teremtő szolgálja. Mi a különbség az ember szempontjából, aki le van válva erről a tudásról, vagy arról, aki benne van ebben? Tehát, hogy valaki valóban lorismában van, vagy valaki lismában van. Tehát, hogy mindenféle szinteken halad előre, mi a különbség? A különbség az az egyénnek a tudásában van, mivel gyakorlatban az ember felfedezi azt, hogy mindenki a teremtő szolgálója 100%-osan, és akkor a számítást végez a jutalom és a előadás érdekében a szándéknak megfelelően, és ilyen módon ez az ő egyetértése tulajdonképpen, ami megjelenik. Na, Niv, mi újság? Tehát végső soron itt egy kérdésem megkerül fel, hogy az ember honnan tudja, hogy a lolismában van. Hát nem tudod. A múltban nem tudod, erről beszélek. Oké, na de akkor... Na de a lorismában mégis úgy gondoljuk, hogy magamért teszem, nem a teremtőért. Akkor mit kell tenned? Mi a jobb? Hát ez a kérdés, hogy jobb tudni, vagy nem tudni. Mi a legjobb létező állapot a te pillanatnyi helyzetedben? Hát az, hogy örömet okozok a teremtőt, de nem tudom. Igen, de mégis az egész dolog azért történik, hogy tud. Tehát te csak egy dolgot akar tudni, hogy örömet akarsz okozni a teremtőnek, de nem akarsz tudni erről, ugye? Azaz. A teljes hozzájárulásod megvan, csak nem tudsz róla. Mert ha tudnád, az egy jutalom lenne. Tehát hogy lehetséges akkor ez, hogy teszed, de nem tudod, hogy megteszed? Mert itt kezdődik annak az érzése, hogy hol is vagyunk pontosan, hogy való megjelenik egy szándék, ez csak egy pont, nyilvánvalóan mi a Malkut Deinzóban vagyunk mindig, magyarok. Tehát el van rejtve előlünk mindez, és kizárólag ez egy érzéki különbözet, aminek meg kell jelennie. Na, te mezet ez a mások? No. Milyen nehéz lett ki az Úristen. Tehát a lolisma állapota, ugye, ahogy a lolismából lismába átmegyünk, akkor ez mit jelent? Tehát ez látszólag, mondja Shai. Tehát mi valójában tiszta adakozásban vagyunk, nem tudunk róla. Persze, mondja rá, ez a lényege. De minden alkalommal adakozol, csak nem tudsz róla. Oké, tehát amikor a tízes körben... Nem. Neked csak azt kell megvizsgálni, hogy egyet értesz, vagy nem értesz egyet ezzel a munkával, de mindig ebben vagy, mindig a teremtőnek adakodsz. Tehát a valódi helyzeteden semmilyen változás nem történik, mondja rá. Ami változik, az a te hozzáállásod, a szabad döntésed. Akarod, vagy nem akarod tudomásul venni ezt. Tehát ez el van rejtve előled, vagy képes vagy feltárni ezt magadban és elfogadni. Amilyen mértékben képes vagy a teremtőt szolgálni, meg fel neked mutatni, mi történik valójában. Egyet értesz ezzel, akkor még jobban képes leszel azon dolgozni, hogy még jobban feltáruljon, mi történik. Oké, de akkor nekem el kellene magas szintet. Nem, a cselekedet maga az, ami neked segít majd az enszóból való létezés feltárni. Tehát az minden zuhanás, emelkedés, az kizárólag a saját egyetértésednek megfelelően történik. Egyet tudsz érteni, vagy nem? Ennyi a valóság. Valójában, tehát hogyha te mindennel egyetértesz, az egyet nem értésed adja a világoknak a megjelenését.
És minél jobban egyetértesz majd ezzel, meg fogod látni, ezek a világok egyetlen világgal vannak össze, az egy szofát. Tehát neked ez a, az életnek az érzését is adja meg egyébként, hogy ez így történik, hogy történik. Mindig a teremtővel vagy kapcsolatban. De az egész világ ezen az úton megy. Hát mindenki, minden eleme a teremtésnek. Tehát mindenki a teremtőnek a szolgája, azonban nem ismerik fel, hogy ki mit csinál. Tehát nekünk meg kell értenünk a tudatosságból, hogy ez felett áll minden más érzéki különbözetnek. Oké, na de akkor a világ korrekciója azt jelenti, hogy mindenki ráébred erre, és az egész világ számára feltárul a kapcsolatunkon belül ez. Hidd el, még az a felébredés odébb, ami mindenki alszó. Tehát hogy kell ezt elképzelni, hogy mindenki a kapcsolaton dolgozik, tulajdonképpen az utcán van? Hát ez a munkának a lényege, hogy erre ráébredsz az embereket, minden más. Ez olyan, mint a gépek dolgoznának. Tehát... Tehát azt kell megértenetek, hogy minden... Oké, de akkor... Én azt gondolom, hogy a rab, hogy el fogjuk érni azt az állapotot viszonylag gyorsan, hogy megértjük, hogy... Tehát minden gyakorlatilag ugyanabban a tűzben lángol. Tehát az embereknek meg kell... Meg lesz az igényük arra, hogy... Tehát a rossz dolgok nem elégítik az embereket, tehát a kapnakarás fejlődik, még most is a világban, és nem tölthető ki. Mert csak ez a fajta kapcsolat tud bármilyen örömet okozni az embernek. Oké, de kérdeztek valamit, ebben a világban mi a jelentése a családi salátának, ugye, hogy együtt vagyunk. A család mondja, hát most mit jelent ez? Tehát nekünk végső soron... Fenn kell tartani a családokat, valóban, de a fejlett országokban a családi kapcsolatok egyre borzasztóak. Nekünk meg kéne védeni a családi kapcsolatokat, tehát nekünk látni kell, hogy olyan fajta helyzet felé haladunk fokozatosan, ami bestiális emberek házasságából borzasztók jön neki, az emberek nem akarnak, gyerekeket nem akarnak, szeretni egymást, új normák jelentek meg, hirtelen, olyan, mintha az ásványi növény állati szinten is meg kell tanulnunk élni, mert a családi kapcsolatok is állati szintre kerültek, mintha nem lesz szükségünk a beszélő szinten a családra, tehát a világ, mintha elvesztettük volna még a vágyunkat is a kapcsolatra, tehát nem akarunk fölem, de ez bármilyen furcsa ez a jele annak, hogy az emberi szintre kerülünk, mert mindenkinek a cél felé kell majd irányulnia, mert aki nem akar, akkor mi lenne szüksége a beszélő szintre? Hát itt kezdődik a probléma, tehát tudattalanul az emberek azt érzik, hogy nincsen előnye az állati szintnek, de a beszélőnek sem, mert nem tud fölemelkedni. Hát nézzetek meg, valaki megházasodik, egy másik emberrel kapcsolatba kerül, minden alkalom együtt kéne lennünk, megszületnek a gyerekek, és ez egész addig működik, 20 év problémát jelent nekik, tehát megoldhatatlanná válik, egész addig, amíg a teljes életüket nem töltik el így, és az ő egójuk meg nem növekszik, és nem érzik azt, hogy valóban probléma halmazza nem szembesülnek. Tehát miért van mindenre szükségük, miért kell ezt a dolgot megtenniük? Tehát látnotok kell, hogy visszautasítják a gyerekek születését is. Miért te jelentkezel, kérdezted már abba a korban, vagy hogy ez probléma neked? Nem mondja a srác, tehát nekünk itt van egy professzor a köreinkben, aki hallotta a Tel Aviv Egyetemről egy telefonhívást,
hogy van, aki már aki robottal fog házasságot lépni, mert ez meg fog ez történni. Na, hát akkor ez tök jó, hogyha már van ilyen is magyarabb nevetve. Tehát, hogy mi lehet az előnye annak egy robotfeleségnek, tehát ugye, tehát Tokióban ugye volt egy mini kongresszus most, tehát rendkívül izgalmas dolgokat kezdtek meg Tokióban is. És mi van a robottal? Ők is ott voltak, csatlakoztak a robot feleségek ide? Hát erről nem tudok, mondja a srác. Oké, de valóban mondja rá, mindenféle nagyon beteg dolgokat látunk hozzáadódni az emberi viszonyokhoz, amik eddig nem léteztek. Tehát ezek ilyen szélsőségek, ezek most föltárulnak, de ez a jele annak, hogy valóban elkezdünk a beszélő szintre emelkedni, és itt nekünk minden egyes helyzetnek az értékét meg kell tanulnunk, és nyilvánvalóan a csoportnak, a családnak a problematikája is, önvizsgálaton kell, hogy átmenjen, számításokat kell végezni az embernek ezzel kapcsolatban, és ugye most nem tartja értékesnek valaki, ez a kapnakarása miatt van. Sáj, oké, de növekszik az egónk, és ugye 7 milliárd embernek az egója kiterjed, és akkor ezt a vége felé is közeledünk. Akkor itt az emberiség meg lesz szorítva, nem lehet, hogy az emberek azért se akarnak egyesülni egymással, hogy kevesebb ember legyen? Rav. Tehát mi vagy kapcsolatot létestünk, vagy egységre lépünk egymással, vagy bajok jönnek, mondja Rav. Ugye ezt tudjuk. Tehát ezért ekkora ennyi emberre nincs szükségünk. Tehát ha mi megvizsgáljuk, mindenféle fizikai vizsgálatokat végzünk, akkor látnunk kell, hogy a növekedésnek a korszaka lezárult, mert most már össze kell kapcsolni a részeket, és minél jobban összekapcsolódunk, a kapcsolatban majd meg fogjuk látni a resümok alapján, ha ezt egy intenzív módon csináljuk, hogy nem kell ennyi ember, azaz, ez a részek, amikor összekapcsolnak, akkor függ el, hogy képesek kapcsolódni vagy nem, ennek megfelelően majd látjuk, hogy az emberiség létszáma lecsökken. Tehát ez vagy háborúk történnek, vagy... A háborúk után történtek mindig a népességnek a növekedése, de erre nem kell nagyon odafigyelnünk, mert ez önszabályzó. Tehát a mi munkánk, mondja, az arra irányul, hogy megmutassuk nekik az egységet, és kész. Vlad fog kérdezni az orvos, ha minden igaz. Tehát mi a lényege? Az, hogy az ember egyetért azzal, hogy adakozó vagy nem. Nagyon egyszerű. Tehát van a királynak a világa, nincs, a világa a királya, ő jó és jó cselekő, és mi mind egyesülnünk kell, hogy szolgáljuk őt együtt, hogy hasonlóvá váljunk hozzá, és ezáltal vele tudunk összekapcsolódni, mint egy. Ez a te egyetértésed. Tehát minden egyetértésben kell lennie. Tehát mi ebben az állapotban vagyunk, bár ez az állapot el van rejtve előlünk, tehát nekünk el kell kezdeni egyetérteni, még jobban és még jobban és még jobban, egész addig, amíg minden részlete a kapcsolatnak föl nem tárul, és ezen keresztül nem történik meg a teljes dvekut összetapadás a teremtővel. De ez a szavakban is ki kell mondani, hogy egyetértek? Igen, ki lehet mondani ezt szavakban is. Na de akkor... Rav. Tehát nekünk valóban a lélek összes erejét fel kell használni, hogy fokozatosan lépésről lépésre. Tehát nekünk van 125 szintünk, és minden egyes szinten vannak alszintek. Tehát nekünk össze kell kapcsolódni egymás között, és mindenféle különböző formában, hogy ne veszítsünk el semmit az út során, hanem sokkal inkább elérjük a kapcsolatnak azt a szintjét, mindenféle érzéki különbözetben, szinten,
módon, hogy valóban ez egy teljes szintű kapcsolatnak minősüljön. Oké, akkor az ember meg kell érteni, hogy ez a kapcsolat, ez valóban valami belső kapcsolat, és a testek által kellene létrejönni. Így van, az úton kell erre vágyni, és itt vizsgálatokat kell tartani. Oké, na de hogyan tud az ember itt összekapcsolni a többiekkel, és valóban feltárni a teremtőt, és a feltárulás megtenni? Hiszen nincsen semmiféle, nem tudom, hogy kérdezd meg magadat. Na jó, de meg kell érteni, hogy olyan működik ez a kapcsolat. Nincs kapcsolat, vagy semmi nincs közöttek. Tehát itt a szívvel lévő ponthoz kell kapcsolni, hogyan függ ez össze. Nyilván ez a kapcsolati pontnak felel meg. Tehát ahol te 100%-osan a teremtőt tapadt, vagy... Tehát az ásványi növényes állati szinteken vagy, és valóban elérsz hirtelen a kapcsolatnak egy pontjához. Tehát nem tudod kivel, mivel, hogy kell összekapcsolni, nem tudsz semmit, hanem érezhető egy pont, ami kötelez téged arra, hogy elkezd önvizsgálatokat tartani, mivel itt van egy magasabb szintű ásványi növényi és állati szinten magasabb szintű kapcsolati lehetőség, és tehát neked az ásványi növény és állati szintjeit fölé kell emelkedned, és neked ezt a pontot kell megvizsgálnod, ahol ilyen módon a többiekkel is kapcsolatban tud. Oké, na de itt kezdődik az egyetértésnek a cselekedete, tehát a teremtő keresztül visz valakit ezen a ponton, a csoporttal kapcsolatosan, így van. Itt a különböző állapotai vannak az egyetértésnek, ez lehet passzív, vagy még aktívabb egyetértés. Én ezt nagyon akarom 100%-ig az összes edényemmel, az összes vágyammal, az összes gondolatommal. Lehetséges, hogy ez az egyetértés valóban a teljes összes vágyam ellenében van, és akkor ezt szűrőnek nevezzük, hogy ez megtörténjen. Hogyan tudjuk ezt felgyorsítani? Hát nyilván neked kell a környezetednek a hatása, hogy te valóban meg tudod ezt tenni. Na, akkor hol vagyunk mi? Mi folytatjuk. Tehát te lolismában vagy, és a világ összes emberei ebben vannak. És ilyen módon kell előre haladni. És abban a pillanatban, amikor az egész világ értünk van, tehát meg kell tenni mindent, amit csak tudunk. Tehát a világ... tulajdonképpen akarjuk, vagy nem akarjuk, tulajdonképpen nekünk össze kell kapcsolódni. Tehát nekünk ki kell adni könyveket, videoklippeket, tévéműsorokat kell csinálni. A legközelebb médiaformátumon meg kell jelenünk, terjeszteni kell, amennyire csak lehetséges. Az, hogy ez a kapcsolat mennyire nélkülözhetetlen, ez a mi munkánk. És ezen túlmenően pedig azért is tesszük, hogy örömet okozunk a teremtőnek, mégpedig a létező legkedvezőbb módon, ezért az emberek szeretetét jutunk el a teremtő szeretetei. Ennyi mondjanak. És nekünk azt is meg kell érteni, hogy mi ezt a tanulásból csináljuk, ami valóban sok erőfeszítésre kötelez bennünket, hogy nagyon gyorsan érjük ezt el egy rövid, kényelmes módon. Tehát, hogy egy csecsemő megszületik manapság, és rögtön van minden szükséges dolga. Azon túlmenően, hogy ez megőrzően nem volt ilyen jó állapotban. Tehát nekünk nem kell irigyelni ezért senkit, mert nem jutottunk még el ide, tehát... Amikor elő van készítve, akkor minden elő legyen készítve a gyerek számára. Tehát ezt láthatjuk, hogy az emberek, akik hozzánk kapcsolódnak, egész addig, amíg el nem érünk egy olyan állapotot, amiben vagyunk, ugye nyilvánvalóan megnéztek visszamenőleg, mit tudom én, 15 évvel ezelőtt, hogy mennyi minden megváltozott, akkor nyilván feltételezhető abból, hogy néhány év múlva megint minden meg fog változni, tehát, és az időszak fel fog gyorsulni, mert ennek így kell lennie, tehát nincs ezzel mit tenni. Tehát pontosan a mi időnkben történik ez a felgyorsulás meg, mivel... Ha megnézitek, hogy hogy történt ezt megelőzően,
akkor ez szerintem teljesen világosan látható. Tehát mondja Rav. Akkor nézzük meg a fizikai mértékét a proféciáknak. Tehát a profétikus igazságnak a fizikai mértéke. Tehát még egyszer a profétikus igazság fizikai mértéke. Tehát mivel abszolút természetes dolog, hogy a proféciák bőségét, azok tulajdonképpen a proféciák nem mások, mint a betűk kombinációi, amelyek teljes mértékben megfelelnek a kezdők szellemiségének, és előny is a számukra arra, hogy felnyissa az érdeklődéseit a generációnak. És ez azért van így, mert csak amikor garantált, hogy Istennek a szavait a generációtól el lesz fogadva, még akkor is, hogyha ezek Lorismában vannak megfogalmazva, mivel a Teremtő nem készített elő semmilyen más módot erre, és ezért az igazi jelzése a valódi proféciának, hogy a profécia legjobban megfelel a fizikai sikernek azokról, amikről szól, tehát az, hogy milyen nagyszerű nemzeted, hogy az igazak és a törvények, amik előttünk vannak, azok valóban megfelelhetetek-e a proféciáknak. És az azért van így, mert a fizikai sikerhez közel kerülve lehet igazolni az igazságát a proféciáknak, és valóban ilyen módon lehet igazolni, hogy beléptünk a proféciákba magukba. Mit jelent az, hogy az igazi profécia azon valóban az ember fizikai sikeréhez kapcsolható egy adott generáción belül? Az, hogy jönnek állapotok, mondja Rav, amelyekben össze lehet tapadni a Teremtővel, mégpedig a siker állapotában, amelyek tehát vannak olyan állapotok, amelyekhez ha tapadunk, akkor csak problémákat okoz a mi életünkben, és vannak olyanok, amelyek sikerre visznek bennünket. Tehát ugye mi tudjuk, hogy a szeretet jó mindenkinek. Ugye az motivál bennünket, hogy minél jobb akár próbálunk válni. Tehát akármit csinálunk, jót vagy rosszat, egy pillanatban mindig megbocsájtanak a szüleink, ugye? Tehát mondjuk ez egy jó példa arra, ami történik igazából. Tehát, hogyha mi valóban el akarunk jutni a valódi szeretethez, tehát az élet, a halál, a belsőség, a külsőség, minden, ami az életünkben van, ez mind azért van, hogy felszabadítson bennünket a létezésnek ez alól a nyomása alól. Tehát mit jelent az, hogy ami létezik, azt tárul fel a számunkra? Hiszen hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen végtelen dolog eltűnik a teremtésből, ugye? Ami a teremtő. Tehát eljutunk egy olyan állapotban, magyarabb, amikor a teremtő szeretének az érdekében, fel kell emelnem magam a teremtésnek ebből az öntudatlan létezéséből egy teljesen más állapotba. És ez lehet majd a lismát, mert ott mintha megsemmisülnék a létezésnek ebben az állapotában, és innentől kezdve nem kell foglalkoznom semmivel, egyszerűen ebben az irányba kell gondolkodnom, mert mit jelent az, hogy fölé emelkedem a kapnakarásnak, és annak a teljes lényegének, ezen a módon mi el kell, hogy
fogadjuk az Isten szeretetét is, hogy ez hogy működik. És ez valóban messze menőkig fölémel bennünket az eredeti természetünknek, ahol ezt nagyon nehéz elfogadni, mert ellentétesek vagyunk vele. Na, oké, na akkor Bála Szolám szájából kiderül, hogy itt az igazi proféta az, aki elveszik ebben, hogy az egész generációt szolgálja. Igen. Na, de hogy tud ez megtörténni, hiszen az emberek egy részének van valamilyen szándéka arra, egy ösztönös szándéka, még egyszer mondjuk. Tehát ez nem egy cikk, mondja még, itt vannak ellenmondások, ez egy draft, egy ilyen vázlat, tehát nem tudta még ő sem, hogy fogja ezt befejezni, én azt gondolom, Ábrahám, Mózes, és nem tudom, ugye róluk írva van, hogy ők valódi proféciái voltak az igazságnak. De a többiek, én nem, ezt nem látom őket ilyen szinten, nem látom az ő szerepüket, nem látom az ő szintjüket. Tehát Mózesnek volt egy szerepe, Ábrahámnak volt egy szerepe, de ezen túlmenően senki nem mondhatja azt róluk, hogy az ő szerepük, mint proféta, valóban az emberekhez kapcsolódik. Tehát nincs ilyen dolog. Azaz van egy szabályuk, ami a teremtő és az emberek között kapcsolat leírja, és ezért valószínűleg itt a jövőbeli tízes körökről is beszél. Amikor azt mondja, hogy az emberek így lesznek leszervezve, de ez egy profécia, tehát még egyszer megyarabb. Én nem tudok bálaszolom helyet nyilatkozni, és ő nem fejezte be ezt a cikket. Soféle módon lehetne ezt magyarázni, de jobb, ha nem magyarázzuk. A jeruzsálemi barátunk kérdez, magyarabb. A lisma és a lolisma, amit ön mondott, ez azt jelenti, hogy... nyilván már fölkészít bennünket a lolismára. Tehát lisma, vagy nem lisma, tehát mit jelent az, hogy szándékosan, vagy nem szándékosan, lolisma, vagy nem? Tehát az, hogy az értelemben vagyunk, vagy nem vagyunk, a lolismában vagyunk, vagy nem vagyunk a lismában, az embernek nyilvánvalóan... meg kell különböző bizonyos dolgokat, és nyilván vannak szűrők felül, vannak szűrők alul, tehát ezt így kell elrendezni. Oké, tehát akkor az emberen belül, ha lisma van és lolisma, akkor az embernek szándékosan vagy szándékotlanul, de mindent meg kell terveznie. Természetesen. Hogy tudom ezt megtenni? Nyilvánvalóan. Ez az, amit én tudok tenni, hogy elfogadom ezt. Oké, na, de akkor a lismám ütök át a lismámba, nem? Igen, de a lisma nincs, lolisma nélkül. Na, de minden lisma, akkor lolisma is egyben, vagy minden lolisma is lisma. Így van. Tehát, hogyha te képes vagy túlkerülni a saját határidon, akkor valójában így van. De mi nem látunk semmit a lolismámban. A lolismámban nem érzéked, ami történik. Ennyi, magyarabb. Na, de ezt akaratlagosan vagy nem akaratlagosan, mindig ugyanabban a sorrendben vagyok. Érted vagy nem érted, magyarabb? Ugye ez a lisma, vagy a lolisma állapota. Tehát mi mindig az élet halálpontjáról beszélünk, hogy képes vagy magadat túlemelni a saját magadon, ami én, mert te állsz önmagad és a teremtő között, a te egódál, és ilyen módon minden attól függ, hogy te feltárod ennek a dolognak az elrejtését, vagy nem. Tehát neked te mindig a teremtőjét dolgozol, ez nem változik. A legfontosabb dolog azonban az, nem az a legfontosabb dolog, tehát, hogy dolgozol a teremtőjét, vagy nem. Ez nem a te kontrollod alatt áll. A dolognak a lényege az, hogy hogyan fogod megtudni, hogyan fogsz ráébredni, hogy te ezért hálát adj a teremtőnek, és hogy valóban képes vagy arra, hogy ez... a saját természetnek megfelelően történjen meg.
az életednek megfelelően. És ez végtelenül egyszerű, tehát lolismában vagyok, vagy hogy jutok át, hogyan haladok előre, hogyan tudok a helyes módon előadni. Tehát, hogy szándékosan vagy szándékotlanul, én nem látom azt, hogy én a helyes irányba megyek, tehát valóban, vagy a bolondok útját járom, és majd meglátjuk mondjára. Hol vagyunk akkor? Tehát a szükségessége a 613 parancsolat megtartásának. A 613 név úgy tekintető, mint a szent névnek a megnyilvánulása. Azaz mondja Rav, akkor mi föltárjuk a 613 szent megnyilvánulását a névnek, ami korrigálja a mi 613 vágyunkat, annak érdekében, hogy adakozni tudjunk, és hogy felismerjük, hogy a teremtővel hogy milyen kapcsolatban vagyunk. Hogy minden korrigált vágy között majd érezhessük az, hogy különleges nevek, jelenségek jelennek meg a teremtők kitöltésének tekintetében, ezek különleges minőségek. Ez tekintető úgy, hogy ez a szükségesség, hogy megtartsd a 613 parancsolatot. A 613 parancsolat az úgy tekintető, mint szent név, amely az egyedi gondviselésnek tekintető, és így szerezhető meg az isteni gondviselés teljessége. És az emberek meg kell tapasztalni minden sorrendjét ezeknek, a 613-nak, annak, hogy egyet is kihagyna, és ezért teljes mértékben vágyni kell, és bele kell vésni az ember szívébe ezt a vágyat, hogy meg kell tartani ezeket minden korporális tekintetben, ahogy írva van, és minden helyen, ahol az én nevemet említik, én ott megjelenek, és áldás osztok. Kérdések, mondja Rav. Nem teljesen világos nekünk, amikor worship mondjuk, az mit jelent, hogy a köztük lévő kapcsolat a teremtő új nevét adja. Akkor mit jelent ez pontosan? Tehát én ezt meg tudom is ismételgetni, tudom ezt a mondatot, de nem értem az élvét. Nem érthető a számomra. Mit jelent ez, hogy új nevet adunk a teremtőre minden egyes pillanatban a kapcsolatunkkal, Rav? A kapcsolatnak a formája köztünk, ahogy ezt megformáljuk, az egyesít bennünket, és kiépít köztünk egy sikert, amiben képesek vagyunk megformálni a körülbelül fényt magunkra vonni, az Enszófnak megfelelően, és hogyha mi elrendezzük az alkotás minőségét és szeretetet köztünk egy olyan fajta módon és olyan fajta intenzitással, amely megfelel a körülbelül fénynek, akkor a körülbelül fény belép ebbe a körbe, ebbe a formába, és ragyogni kezd rajtunk. És ez úgy tekinthető, hogy kitölti a szent nevet, honnan tudhatjuk ezt. Tehát ez olyan, mint az elektromosság. Mi nem látjuk az elektromosságot, de az ő működését, a cselekedeteit megérezzük az eszközeinken keresztül. Ezért építjük föl az eszközeinket, egy dugóval összekapcsoljuk őket az elektromos hálózattal, vagyis kapcsolatban léptetjük őket, és akkor ugyanígy történik ez az Istennel kapcsolatban is. Tehát a betűk azok a köztünk lévő kapcsolatban kezdenek el föltárulni, és ilyen módon tudjuk a kapcsolatot korrigálni egymás között, egy olyan állapotban, ami még jobban kapcsolatban van, meg még jobban, még nagyobb köteléket jelentenek, és akkor a körülfény újra és újra feltárul egy második szinten, és így tovább. Tehát ez így válik majd belső fényé, ahogy azt mi tanuljuk a 10 szféra tanulmányában. Tehát így jött a körülfény és a belső fény, tehát nyilvánvalóan ez hogy teszi ez belsővé? De mi a kapcsolatnak a formája köztük? Hogy formálik ez meg? Tehát nagyon egyszerű a kép, túl egyszerű. Mondja, nem, ez lényegtelen. Még a legegyszerűbb módon is, ha én összekapcsolódok a tízes körömmel, akkor nyilvánvalóan a Biné Baruk is így kapcsolódik, hogy fog együttműködni egymással és a többi körrel. Ezek mind végső soron az, ez valóban a rendszer maga, amely állandóan ve,
Tehát nekünk meg kell találnunk a helyes kapcsolatot. Nekünk ezt kell kutatni állandóan, tehát nekünk magunkra kell vonni mindezt, és így kell kezdenünk dolgozni egymással. Tehát nekünk ezt kell alkalmazni. Tehát nekünk valóban minden erőnk tehát benne kell lennünk ebben a... Tehát nincs más módunk, csak az, hogy minden kabalista, amit leírt nekünk, azt képesek legyünk lekövetni. Tehát, hogy hogy lehet ezt még belsőségesen módon megtenni. Tehát itt minden... Tehát hogyan tudjuk magunkat felkészíteni a reggel leckére? És ilyen módon hogyan lehet a reggel leckén is egységre lépni? Tehát abban a pillanatban, amikor a Béna Baruch összekapcsolódik, egy hatalmas fény terjed ki mindenki felett, és mindenki meg lesz az az érzése, hirtelen, hogy csatlakoznak arra hozzánk. Na de hogyan lehet akkor ilyen módon túlépni ezen a folyamaton? Na, ezek kicsi nyedények. Tehát hogy lehet, mit lehet ezt hozzátenni, hogyan lehet hozzátenni? Tehát ez valóban, ez egy rendszer, ami képes majd önmagát is fejleszteni. Tehát itt egy kölcsönösség jelenik meg. Oké, na de akkor minden kemény munka az úttörő, kérem. Így van. Oké, na de akkor mindenki csatlakoznak arra ez, nem? Nyilvánvalóan egy fél év vagy év. Eljön az az idő, amikor lehet, hogy egy hét múlva már itt lesz ez, amikor képes leszel ilyen módon érezni ezt. Tehát annak érdekében, hogy alkalmazni tudjuk azt, amiről szó van, hogy meg tudjuk vizsgálni ezt a kérdést, ezt az egyéni problémát, tehát hogy mindenféle tehát mit jelent ez a személyes vizsgálat, amit itt el kell végezni mindenkinek? Az egyéni vizsgálat az mindenkinek el kell végezni, valóban meg kell vizsgálni a saját tízes körömön belül, és az összes tízes körön belül a világméretű Béna Baruch csoportban ezt a kapcsolati rendszert. Tehát itt mindenki egyéni vizsgálatban van. Oké, de itt van egy folyamat, amin keresztül kell menni. Nem, a tény, hogy neked megvan a tízes köreit, hogy hogyan kapcsolódsz ezt velük, hogyan erősíted meg ezt a kapcsolatot, hogyan újítod meg ezt, hogyan építed fel ezt a fajta vágyat, hogyan integrálódtok egy erőbe, egymásba. Mit jelent ez, hogy egy erő? Hát miben vagy belefoglaltatva? Mi az, amiben nem vagy belefoglaltatva? Nyilvánvalóan ez egy hálózat, és ezen a hálózaton belül kell neked feltárnod a minőségét a hálózatnak, ami valami kölcsönös, és amikor valóban eljutsz ide a kölcsönös adakozáshoz, akkor ez a teremtőnek a feltárulása. Na de honnan tudom, hogy ez a helyes vizsgálat? Érzem ezt a végén, vagy honnan tudom?
Hát a Teremtőnek a képét látod meg, ez a feltárulás. A helyes kapcsolat a barátok között elhozza neked a kapcsolat feltáráson keresztül a Teremtő formájának a feltárulását. Ezt úgy kapod meg, mint a rádióadó hullám levőnél, amikor veszed az adást. Oké, ráhangolódsz. Oké, tehát akkor ez egész életemben ezt kell tennem? Így van. Tehát egész életemben a hálózatban vagy. Oké, tehát valami történik velem, valami, ami... Semmi nincs véletlenül, nincs ilyen. Tehát nekem mindenhez ehhez kell kapcsolom, és a tízes körözés, és ott kell értelmezni mindent? Hát a kapcsolaton keresztül az a rádióadó vevő készüléket, a kapcsolat. Oké, közeledünk a végéhez, van valami sürgős. Mi történik ma, vagy este, vagy egyáltalán? Tehát az egész minél valók egy tízes körré válik. Az egész világ azzá fog válni, tíz félává. Oké, tehát akkor itt azok a véletlenszerű tízes körök, ugye beszélgetünk erről a délutáni leckén, és azt érezzük, hogy ez a legnagyobb erő, hogy minden alkalommal új tízes körbeülünk le, Rav. Hát hol van itt az ellenállás? Hát tanuljátok ezt meg? Tehát, hogyha ti idegen emberekkel ültök le, ez lesz a legnagyobb erő. Rá fogtok jönni, hogy azt a hatalmas távolságot mindig az új tízes körökben, hogy tudjátok befordítani. Ez fogja a legnagyobb előadást adni. Oké, ezért mondtam, hogy véletlen tízes körök adják majd a legnagyobb erőt. És nyilvánvalóan mondja, akkor van értem az állandó tízes körökről beszélni, ha már ezt a képességünket elértük, hogy bárkivel tudunk konstans tízest alkotni. Tehát mondja, nekünk annyira egységesé kell válnunk, nektek érezni kell akarni az arcokat és egymást, és tehát nektek egy belső érzést kell megadnotok egymásnak, hogy valóban képesek ezt fenntartani. Tehát ez most egy külső szokás még, hogy egyik tízes kört jobban elfogad, a másikat nem. De majd ez jön. Rav, én szeretnék bejelenteni, hogy 14. júliusban egy nagy Izraelben belül egy óriási egységnap lesz. Hogyan tudunk mi segíteni ezt, hogy ez az egység, ez valóban érezhető legyen Izrael minden tagja között? Hát ez a tévén keresztül fog először megnyilvánulni, ez egy biztos dolog. A második dolog pedig mondja, hogy nekünk beszélnünk kell erről mindenféle állapotban és mindenféle helyzetben, amiben vagyunk, tehát nekünk le kell írni a részleteket, és így kell kapcsolatba kerülnünk, és meg kell értenünk, hogy mennyire behatárolt terület van. Igen, ez igaz. Én ezt végig kell gondolnunk. Tehát felkészülünk a reggeli leckére, és nyilván a reggeli lecké az életnek a forrását adja meg. Tehát nekünk meg kell vizsgálnunk, és ugye tegnap, amikor a szombat volt, mit ajánlana, hogyan készüljünk fel a Resivat haverimre, hogyan irányuljunk. Én nem tudom, tehát... Tehát nektek elő kell készülni nyilvánvalóan erre. Tehát nektek a reggeli leckére föl kell készülni. Oké, de az mit jelent a reggeli lecke? Nyilvánvalóan nektek föl kell készülni a reggeli lecké, de hogyan? Úgy, hogy helyes módon használjátok ezt a cél elérésére. זהו? אז נסיים. הודעות לסיום.
Oké, tehát akkor összefoglalhatjuk a leckét. Végső bejelentés. Tehát mi minden barátokat hívjuk a világ csoportból, hogy egyesüljünk, és egy világméretű mini kongresszusra. 5 órakor ugye Rav Lecke, 6 órakor Yeshivat Haverim, és aztán Rav Lajban a rádióban, és boldogan hívunk mindenkit rádió programra, Rav Lajmannal, a Kabbala bölcsességéről, ma vasárnap, 8 órakor Izrael idő szerint, ugye? Közben ezzel gyorsan elmondom, hogy 14 óra 45-kor Európa egy adás, ugye az EUEC weboldalon, és ezen az adásban Rav lesz, eljön, vendég lesz a Rav. Sziasztok! בליסבון ובבורדו בשהותו וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite igniting all the points inside endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Kazakhstan, Sibirь и Крым Дышат воздухом одним Устремление едино От Москвы до Сахалина От Чикаго до Читы От Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide. Place and beyond time, a new humanity will shine. Above the place and beyond time, a new humanity will shine. Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide. Beyond time, a new humanity will shine.